mai napon a Budapest Fejlesztési Központ egy online fórumot tartott a Budapest-Lajosmizse-Kecskemét vasútvonalnak a fejlesztéséről. Ez már a második ilyen fórum volt. A térség polgármesterei, többek között Bukodi Károly és Kőszegi Zoltán polgármester urak is részt vettek ezen a fórumon. Az elsőnek az eredménye az lett, hogy a felújítás az egészen Kecskemétig fog tartani, tehát eldőlt Budapest-Lajosmizse-Kecskemét felújításról beszélünk, és a mai egyeztetésnek az eredménye az, hogy számba vettük a vasútállomások felújítását, a peronoknak a megújítását, az új utasvároknak, épületeknek az építését, buszfordulókat, buszállomásokat, parkolókat, úgyhogy nagyon várjuk már ennek a vasútvonalnak a bővítését, villamosítását. Ócsától negyed óránként, Dabasról pedig fél óránként fognak közlekedni a jövőben a vonatok. Nem csak a vasút megy csak előre és nem hátra, hanem Magyarország is csak előre.